A többi sportákhoz hasonlóan az asztali teniszezőknél is felfüggesztették a bajnokságokat és az egyéni versenyeket. A nyírbátori Jasre extraligás női együttese a 7. helyen áll a tabellán, a férfi csapat pedig a 9. pozíciót foglalja el az NB2 északkeleti csoportjában. A legjobb magyar férfi asztali teniszezőnek számító, a világranglistán 62. helyen álló Majoros Bence korábbi klubjánál folytatja a felkészülést. Nálunk van egy speciális helyzet, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy kicsit jobbá teszi a helyzetet, tehát az, hogy saját termünk van. Így nekünk is le kellett ugyanállni, de 4 játékosnak van lehetőség nagyon biztonságos körülmények között edzeni. Konkrétan Magyarország 2 legjobb játékosának, Majoros Bencének és Szudi Ádámnak az edzését meg tudtuk oldani, tekintve, hogy szállás lehetőség is adott a termünkbe. Tehát ők gyakorlatilag 3 hete beköltöztek a terembe, bent élnek. Ételt tudunk nekik biztosítani, mert megrendelik az ételt, és akkor a futár kiviszi. És akkor így még az a speciális helyzet is állt elő, hogy Magyarországnak most Szükül Daniel lett a szakmai igazgatója a válogatottnak, és ő konkrétan élőbe tudja nézni az edzéseket, be van kamerázva a terem, és akkor majdnem olyan, mintha Dani ott lenne, és ő adja a feladatokat, ő irányítja a fiúknak az edzéseit. A nyírbátoriak serdülő világbajnoka Tölgyes Dorottya sem állt le az edzésekkel. Emellett még teljesen külön másik kisebb terembe Tölgyes Dorottya meg Molnár Dávid szintén tud edzést tartani. Molnár Dávid hazajött Pécsről az egyetemről, ő extraligát fog játszani ősztől Pécsen. Tölgyes Dorottyának pedig készülni kell a nemzetközi eseményekre, hiszen még nem tudjuk, hogy a július Európa-bajnokság az meg lesz-e tartva. Egyelőre az ITTF június 30-áig törölt minden versenyt, és megpróbálnak időpontokat az őszi szezonra beiktatni. De hát az Európa-bajnokság még elvileg még meg lehet tartva, amennyiben felszabadítják ezt a karantént, akkor meg lesz tartva ez a verseny.